Üdvözöllek! Korábban már megnéztük baktériumok korlátlan szaporodását. Megállapítottuk, hogy az a modell nem elégséges a gyakorlati alkalmazás szemszögéből. Ezért most ismét megnézzük, és egy új modellel fogunk próbálkozni. Szokás ezt a modellt népesedési modellnek is nevezni. Annak idején, sok-sok ezer évvel ezelőtt, még csak pár millió ember élt. Aztán, ahogy alakultak a dolgok, az emberiség nagyobb területekre eljutott, és középkor vége felé már több száz millió ember élt a Földön. Aztán megint eltelt egy-két száz év, és most már az emberiség elérte a milliárdos nagyságrendet. Felmerült a kérdés, még a 19. században, hogy ez hogy alakul majd a jövőben. A legelső modell, amit mi is már vizsgáltunk, ez Malthustól származik, ez még úgy a 18-19. Század fordulóján, ő az exponenciális modellel közelített. Láttuk, hogy ez azt eredményezi, hogy ha a t tart a végtelenbe, akkor végtelen nagy lesz a népesség. Viszonylag hamar, 1838-ban ez a Verhus nevű ember finomított ezen a modellen, mert ezt egy kicsit furcsának találta. Levont belőle valamilyen konstans szor p-négyzetet. Miért pont ezt mondta le? Ugye azt megszoktuk, hogy különböző modellekben mindig vannak különböző arányossági tényező konstansok. Itt az A és a B azok valamilyen pozitív konstansok. De miért pont p-négyzetet? Abból indult ki, hogyha nagyon sok ember van, akkor azok bizonyos mértékig lassítják egymást. Erőforrásokat vonnak el egymástól. Na most, hogyha PT a lélekszám, akkor bármely két ember közötti kapcsolatot feltételezve, ugye ezt tudjuk elemi kombinatorikából, hogy az PT alatt a kettő, ami tehát P négyzet nagyságrendű. Tehát akkor ő ezzel próbálkozott, ezzel próbálta megjavítani ezt a modellt, hogy ezt kivonjuk. Ezt fogjuk most megvizsgálni. Feladat a következő. Baktériumok egy területen helyezkednek el, van egy M konstans, amit úgy neveznek, hogy eltartó képesség, majd mindjárt kiderül, hogy miért. És akkor azt a modellt, azt így is fel tudjuk írni, ugye ottan szorzattá alakítunk, akkor itt megjelenik egy konstans, yt-szer, m-yt, ahol tehát a k és az m ezek pozitív konstansok, és az y az legyen most a 0 és m közötti valós szám. Feladat a következő, adjuk meg az általános megoldást, és úgy nagyjából vázoljuk is fel, hogy hogy néz ki egy ilyen grafikon. Nézzük először a konstans megoldásokat. Konstans deriváltja nulla. Akkor ez azt jelenti, hogy a jobb oldal, a differenc helyett jobb oldala nulla. Az kétféleképpen képzelhető el, az y az vagy a konstans nulla függvény, tehát nincs baktérium, akkor nem is lesz baktérium, vagy pedig nagy M a baktériumok száma, akkor ez itt nulla lesz, és akkor azt jelenti, hogy az idők végezetéig nagy M lesz a baktérium populáció lélekszáma. Keressük most meg a nem konstans megoldást. Tegyük fel tehát, hogy az y nulla és M közé esik. Ekkor a differenciál egyenletet így írhatjuk fel, hogy dy per dt egyenlő k szor y szor nagy m mínusz y.
Szétválaszthatjuk a változókat, itt a nevezőben nem fogunk nullával osztani. Kis algebrai átalakítás, ezt ugye mínusz egyel megszorozzuk, és ezt kapjuk, hogy dy per y szor y mínusz nagy m egyenlő mínusz nagy k szor dt. Ezt kell integrálnunk. A jobb oldalt könnyű integrálni, a bal oldal egy kicsit nehezebb. Ahhoz, hogy egy ilyen kifejezést tudjunk integrálni, szükségünk van az úgynevezett parciális törtekre bontásra. Ez azt jelenti, nagyon általánosan, hogy két polinom hányadosát szeretnénk kiintegrálni, akkor ezt megpróbáljuk úgy megtenni, hogy valahogy egyszerűbb alakra hozzuk a két polinom hányadosát. Ugye az a cél, hogy a nevezőben minél alacsonyabb fokú fokszámú polinomok jelenjenek meg. Mi esetünkben, tehát itt kezdetben van egy másodfokú polinom, és ezt fel tudjuk írni egy elsőfokú polinom, itt pedig egy másik elsőfokú polinom szerepe, tehát ezek különbségeként. Nézzük meg, hogy akkor az integrálást most már hogy tudjuk végrehajtani. Ugye tagonként lehet integrálni, a nagy M az konstans, ezt kiemeljük az integráljel elé. Végezzük el az integrálást. Ebből az elsőből azt kapjuk, hát az 1 per m nagy m konstans az megmarad, ebből az lesz, hogy logaritmus y mínusz nagy m abszolút érték. Na most az y 0 és nagy m közé esik. Akkor az y mínusz m az egy negatív szám, negatív az, mínusz az előjele, akkor az abszolút értékét úgy kapjuk meg, hogy a mínusz egyszeresét vesszük. Ezért jelenik meg itt az m mínusz y. 1 per y, y pozitív, ennek a integrálja a logaritmus y. Itt tehát logaritmusok különbsége szerepel. Ez egy ismert algebrai azonosság, hogy akkor az úgy írható fel, hogy a hányadosok logaritmusa. A jobb oldalon egy konstans kell integrálni, akkor az mínusz nagy k szor t plusz c, ahol a c tetszőleges valós szám lehet. Szeretnénk ezt az egyenletet y-ra megoldani. Ez itt első lépésként megszorozzuk nagy m-mel mindkét oldalt, utána pedig e adot alkalmazunk, hogy a logaritmus eltűnjön. Nézzük a részleteket. Én beszorzok nagy M-mel. Akkor itt megjelenik egy nagy M. A C-szer nagy M-et azt jelöljük C1-jel. Utána E adót alkalmazunk, akkor megszabadulunk a logaritmustól, és csak is a kizárólag a logaritmus argumentumában szereplő mennyiséget kapjuk. Tehát M mínusz Y per Y egyenlő E ad, és akkor itt mínusz nagy K-szor nagy M-szer T, plusz C1 jelenik meg, ugye C1 volt a nagy M-szer C. És akkor ezt a továbbiakban úgy írhatjuk, hogy az E ad C1 helyett C2-t írunk, ami tehát egy tetszőleges pozitív szám lehet, és azt korábban megbeszéltük, hogy differenciál egyenletek elméletében nem indexelik általában a konstansokat, nem mindig csak C-t, C-t írnak, sokszor még egy gondolatmeneten belül is, még akkor is azok különböző értékeket képviselnek. Ezt az egyenletet megoldjuk y-nal, ugye átszorzunk y-nal, az y-ban egy elsőfokú, tehát egy lineáris egyenlet, amit könnyű megoldani. Következőt kapjuk. Y-t egyenlő, és egy ilyen tört alakot kapunk, ahol tehát a c tetszőleges pozitív valós szám lehet. Mit mondhatunk erről a megoldásról? Hogy ez egy olyan függvény, amelyik, hogyha a t plusz végtelenbe tart, akkor itt ez exponenciális gyorsan konvergál a nullához. Tehát az yt exponenciális gyorsan konvergál a nagy m per 1-hez, tehát a nagy m-hez, ami nem más, mint volt
az egyensúlyi megoldás. És végül egy ábra, ahol tehát szerepel az YX függvény, vagy YT függvény, ugye a idővel jelöli a T, és ott van a határfüggvény, tehát a konstans M. És akkor, hogyha itt most változtatjuk az M mértékét, a nagy M mértékét, akkor látjuk, hogy az egyensúlyi megoldás szépen most emelkedik, és ez az YT pedig így szépen hozzásimul. Szokás ezt az YT függvényt logisztikus görbének nevezni. Az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy ez a logisztikus függvény egy nagyon fontos szerephez jut a mesterséges intelligencia témakörében. Abban az esetben, hogyha pedig meg lenne adva egy kezdeti érték, tehát ha nulla időpontban mekkora a populáció, T helyében nullát írunk, ebből ugye akkor egy lesz, tehát nagy M per 1 meg C, ez itt lenne az Y-index 0, ezt könnyen meg tudjuk oldani C-re, visszaértesítjük a C helyébe, és akkor megkapjuk a kezdeti érték probléma megoldását.